Múlt hét pénteken erről a páratlan hadműveletről tartott előadást a székely származású hős, amelyre megtelt a könyvtár aulája. Az F-117-es lopakodó repülőgépet mindenki leszedhetetlennek hitte, hiszen a mérnökök úgy építették, hogy ne lehessen észlelni a radarokon sem. Ám Dani Zoltán mindezt 1999. március 27-én a koszovói háborúban megcáfolta. Lelőtt egy ilyen gépet. Mindezzel pedig világhíre tett szert, hiszen az ideig senki sem hitte volna, hogy ez lehetséges. Dani Zoltán hangsúlyozta, nem egyéni tettről van szó, ez egy összeszokott profi csapat munkájának eredménye. Nem én vagyok az, amelyik lelőtt a lopakodót. Szóval én voltam a főparancsnok annak a zászlóhajnak, vagy a rakétaosztálynak, és annak egy egész csapat kell, tehát nem bír az egy ember megtenni azt a munkát, mert a rakétszisztémnél, amelyik légvédelmi rakétszisztémnél, amelyik dolgoztunk, melyik volt nálunk, ugye, az egy Nyeva típusú légvédelmi rakétosztály, amelyik legalább 9-en kell ugye szolgálják az egészet, nyomni a gombokat, meg kísérni az egészet, hogy az sikerüljön. Egy kicsi újítást is csináltunk a radáron, hogy lehessen, ugye a radár ugye kihasználja azokat a lehetőséget, a hullámokat, amelyek ugye visszajönnek a lopakodótól, és akkor persze, hogy derítsük fel. Mikor felderítettük, hogy hol van, akkor már nem volt nehéz, mert aztán mind a bármilyen más repülővel, és akkor úgy kell azzal bánni. És akkor elindítottuk a két rakétát, az egyik ugye eltalálta, és persze leesett. Dani Zoltán később az interneten talált egy interjút, amit a lelőtt gép pilótájával készítettek, és miközben ezt hallgatták, a fia vetette fel az ötletet, hogy találkozzanak egymással. Akkor a fiam megkérdezi, ja, tata, hát mit gondolsz egyszer, ha találkozol a pilótával? Szeretnél találkozni? Mondom, semmi gond, én nem vagyok ellene, csak ugye persze teljesítette az ő ugye feladatot, mi meg persze a miénket is, különben nekünk sikerült. Esetleg neki, ha nem fog jól esni, találkozva nekem. De mondom, ma semmi, majd megmondom, szervusz kolléga, gyere, megyünk egy sörre. A találkozás pedig olyannyira jó sikerült, hogy azóta is leveleznek egymással, és nem csak a háborúról, hanem családról, hétköznapi dolgokról beszélgetnek. A 21. másodperc című film pedig éppen kettejük kapcsolatáról és az első találkozásról szól, amit a könyvtárban az előadás végén le is vetítettek. És itt volt egy harmadik